Jubileumához érkezett a Paragrafus Kupa, 20. alkalommal mérték össze tudásukat az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem képviselőiből összeállított csapatok a nyíregyházi Bemiskola tornacsarnokában. Az országban egyedülálló rendezvény 2 évtizeddel ezelőtt 4 csapattal indult, a 20. tornán pedig már 8 együttes lépett pályára. 1999-ben, amikor a jogászegylet elnöke Hubai Pál ügyvéd úr volt, és Szemán Sándor úr, ebben az időben kezdeményezte azt, hogy legyen egy olyan sportrendezvény, ahol a futballt szerető férfiak megvívnak, és minden hivatásrend részt vesz benne, tehát az ügyvédek, az ügyészek, a bírák, a büntetés végrehajtásban dolgozók, a közigazgatásban dolgozók. Eleinte még csak pár csapat vett részt, de az évek során kibővült, és most már városháza, kormányhivatal, stb. És minden évben megmérkőznek. Szemán Sándor szervezőként és játékosként valamennyi tornának résztvevője volt. Mint elmondta, a pályán harc, a fehér asztal mellett pedig baráti hangulat jellemzi a rendezvényt. A Liverpool legendás edzője Bill Shankly óta tudjuk, hogy a labdarúgás az nem élethalál kérdése, sokkal több annál. Ez így van ezeken a mérkőzéseken is, de az a jó, hogy a mérkőzések hevébe férfias küzdelem zajlik, de utána mindig jó hangulatban befejezzük a tornát, eszünk, iszunk és eltöltünk egy kellemes napot. A tornát végül a kormányhivatal nyerte a Városháza és a NAV együttes előtt. A gólkirályi címet az ügyészek csapatát erősítő Mészáros Attila szerezte meg, a legjobb kapusnak a bíróság hálóőrét Éles Krisztiánt választották, a legsportszerűbb csapatnak pedig a büntetés végrehajtás bizonyult.